Több teherautónyi szemetet szedtek ki a Várvak munkatársai a Köztársaság utcáról nyíló egyik árokból. Azonnal mutatjuk, előtte azonban ízelítő, mivel készültünk még. Hőség ingyen ásványvizet osztamáv az utasoknak vasárnap éjfélig. Mesekert, szórakoztató programok gyerekeknek a kaszinó udvarán. És vigyázat, csalók telefonálnak a NAV nevében, bankszámlaszámot is kérnek. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a Városi Televízió pénteki híradójában. Mintegy 10 teherautónyi hulladékot szedtek ki a Várvak munkatársai a Köztársaság utcáról nyíló árokból. A Szép utca és a Csatorna utca között házfalak mentén húzódik az árok, amelyben mintegy 20 éve gyűlt a szemét. A hulladék miatt a csapadékvíz nem tudott lefolyni a Köztársaság utcából. Üvegek, dobozok, ágnyesedékek, a legkülönbözőbb hulladékokkal volt tele a Köztársaság utca, Szép utca és Csatorna utca közötti falmezsgyés árok. Sokan nem is tudták, hogy itt van árok, pedig mintegy 20 éve alakították ki. Azért építették, hogy levezesse a vizet, elvezesse a Kishíd utca felé, de sajnos ezt 20 év óta nem takarították ki, és az idei, a tavalyi évben lakossági bejelentés érkezett hozzánk, és a város műszaki felelősei elindultak megkeresni az okát, hogy miért nem működik ez az árok takarítás. Kiderült, hogy az árok bejárata be volt falazva, amelyet kibontottak és egy kaput tettek a helyére. A közmunkások pedig mintegy 2 hét alatt teljesen megtisztították az árkot. 10 autóval vittek el a Várvak emberei, de itt azért el kell gondolkodni rajta, hogy ezt a szemetet a lakosok hordták ide, és ezt nem a város másik területén, hanem az itt élők. Tehát szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy legyünk környezettudatosak, és a szemetünket, a hulladékunkat a kukába tegyük, és onnét vitessük el. Az árok kitakarításának köszönhetően a Köztársaság utcán remélhetőleg megoldódik a csapadékvíz elvezetés. Vasárnap éjfélig ásványvizet oszt a budapesti pályaudvarokon és nagyobb vidéki állomásokon a MÁV. Az ingyen ivóvízzel szeretnék enyhíteni az utasok szomját a nagy hőségben. Budapesten a keleti, a nyugati és a déli pályaudvaron, vidéken a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi, a békés csabai, a szolnoki, a kecskeméti, a győri, a pécsi, azzal a egerszegi, a veszprémi, a nagykanizsai, a celdömölki, a tapolcai, a fonyódi és a siófoki állomáson kaphatnak díjmentesen vizet a vonatra várakozók. Az ásványvizet a Vasúttársaság július 23-áig, illetve amíg az időjárás ezt szükségessé teszi, 10 és 17 óra között osztja. A MÁV start emellett azt javasolja, hogy mindenki elegendő mennyiségű ivóvízzel vagy folyadékkal kezdje meg vasúti utazását. Manó udvar, mesekert, ezt a címet kapta az a rendezvénysorozat, ami a kaszinó udvarán várja a gyerekeket. A szervezők mesejátékokkal, mesterségbemutatókkal és egy teljesen berendezett babakonyhával is készültek a kicsiknek. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon programja adta az ötletet a Manó udvar mesekert megvalósításához. Détári Lukács Ágnes abban bízott, hogy Cegléden is lesz érdeklődés egy ilyen sorozat iránt. És valóban egyre többen látogatnak el a kaszinó udvarára. Itt az óvodás és általános iskola alsó tagozatos korosztálya a célközönségünk, és a kezdeti 80 fő, most már 150 fő körül van, úgyhogy úgy látszik, hogy tetszik az embereknek. Minden csütörtökön valamilyen mese is várja a kicsiket. Tegnap például Vitéz László története volt soron. Hallod-e te? Te nekem ne kopogjál! De fajátékok, baba konyha és sok szépség és finomság is várja a gyerekeket. Minden kifejezett a gyerekeknek szól, itt az Alkotó Egyesület tagjai, akik mesterségbemutatót, illetve kis vásárt tartanak, itt az Újvárosi Pékség, mint támogató, a büfé részét is biztosítja a rendezvénynek. Az első sorozat egyelőre próba volt, de most már biztos, hogy lesz folytatás is. Már az augusztuson spekuláltunk, de hogyha nem is folytatjuk augusztusban, jövő nyáron biztosan. A következő program július 27-én 17 óra 30 perctől várja a kicsiket, akkor például a Kesztyű című mesejátékot láthatják az apróságok és persze szüleik is.
Vigyázat, csalók telefonálnak a NAV nevében, figyelmeztet az adóhatóság a Facebook oldalán. Egy adózó bejelentése szerint valaki a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében telefonál, és bankszámlaadatokat kér. A telefonban egy udvarias hang közli az ügyféllel, hogy túlfizetése van az adóhivatalnál, és ezt csak neve és bankszámla száma megadását követően tudják kiegyenlíteni. A NAV telefonon soha nem értesíti ügyfeleit, és soha nem kér bankszámla számot vagy egyéb bizalmas adatot. Kérik, hogyha valaki ilyet tapasztal, haladéktalanul tegyen bejelentést a NAV bármelyik igazgatóságán, ügyfélszolgálatán, és semmiképpen ne adja meg adatait. Az ebből eredő kellemetlenségekért a NAV nem vállal felelősséget, hiszen a hivatal kizárólag ügyfél kapun postán, illetve folyószámla kivonaton értesíti a túlfizetésről az adózókat. Minden nap másik idegen nyelvvel ismerkedtek a kicsik a gyermekkönyvtárban. Az 5 napon át tartó nyelvi táborban játékosan tanultak spanyolul, angolul, olaszul, franciául, németül, és tegnap például még oroszul is. Orosz énektől zengett a gyermekkönyvtár épülete. Az egyhetes idegennyelvi táborban tegnap Oroszországgal és nyelvi sajátosságaival ismerkedtek a gyerekek. A kicsik nagy lelkesedéssel vettek részt a játékos tanulásban. Kézműveskedtünk, délutáni sziasztákon filmeket néztünk, és például néztünk olyan mesét, ami az oroszhoz kapcsolódik, a Nomegájt, és a legjobban a kézműveskedés volt. Megcsináltunk ilyen kincses ládát. Balázsnak a legjobban az orosz, a spanyol és az angol nyelv tetszett. A tábor nem titkolt célja, hogy segítsék a gyerekeket a nyelvválasztásban, mondta Czerócki Ferencné. Úgy gondoltuk, hogy ebben a korban minden, tehát hogy még időben elkezdjük azt, hogy esetleg a továbbtanulást segítsük, hogy tudjanak majd maguknak idegen nyelvet választani. Ezért több idegen nyelvet mutatunk be a gyerekeknek. A héten megismerkedtek még a spanyol, angol, olasz, francia és német nyelvvel is. Igazából nagyon lelkesek, és az adott nyelvet nagyon-nagyon vidáman és örömmel ismerik meg és tanulják. A nyelveket drámapedagógiai módszerekkel tanították a gyerekeknek, így sokkal fogékonyabbak a tudás befogadására, hangsúlyozta a pedagógus. A csoportban zajló interakciók közösség és személyiségfejlesztő hatásúak. A nyári szünet további részében is számos elfoglaltság várja a gyerekeket Cegléden. Lesz még bringatábor és képzőművészeti tábor is. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, egyelőre picit hosszabb időre. A Városi Televízió ugyanis július 24-től műszaki és adókarbantartást végez, így friss híradóval és magazinokkal legközelebb augusztus 14-én jelentkezünk majd. Magam és munkatársaim nevében jó nyarat, kellemes pihenést kívánok, viszontlátásra!